vagyok én, egy teljesen kezdő a League of Legends Wild Rift világában. És a mai videóban az lesz a küldetésem, hogy megismerjem a játékot, és megszerezzem legalább az első killemet, és remélhetőleg az első viktorimat is. De hát ez szinte lehetetlen, hiszen kezdő vagyok, szóval gyertek és tartsatok velem. Viszont még mielőtt itt ez a videó elkezdődik, nagyon nagy örömmel jelentem be, hogy én részt veszek a Wild Riftnek a Thumbs Up kampányában, de az a lényeg, hogy ti is részt vehettek velem, és hát miről is szól ez? A Wild Rift egy hatalmas eventet szervezett, és 6 különböző országból, országonként 2 darab kreátort kiválasztottak, hogy képviseljék a saját országukat. Hú, de sok ország. Na a lényeg, hogy Magyarországról Owen McKendry és én kerültünk kiválasztásra. Szóval a csapataink egymás ellen fognak megmérkőzni a Wild Riftben élő adásban november 21-én. Vasárnap. És hogy milyen csapataink? Na itt jöttök ti a képbe. Nincs más dolgotok, mint hogy Instagramra kiposztoltok egy kis videót, vagy egy kis képet, egy kis új birkózásról. A posztban jelöljetek meg engem, és a hashtag Wild Riftet, a hashtag VRTU-t és a hashtag Team KDS-t használjátok a posztban, és a posztolók közül 5 ember kerül kiválasztásra, aki a csapatomat erősítheti majd a versenyben, és hát értékes nyereményeket nyerhet. Szóval mindenki menjen, azt posztoljon egy kis új birkózás csatát, valamint csináltam egy guildet is, azaz egy Wild Rift klánt, KDSGG vagy KD Squad néven, majd írjátok be, itt van a képre, kiraktam. Oda joinoljatok be mindenképp, hogyha szeretnétek egy klánba lenni velem, és hát sok sikert a nyereményekhez és a posztokhoz. Menjetek le a linkre a leírásba és töltsétek le a játékot, ismerkedjetek meg vele, aki a LOL-t ismeri, az már valószínűleg a Wild Riftet is ismeri. És hát nézzük, hogy én mit tudok alkotni a Wild Rift harc terén. Oké, League of Legends. Videókat láttam már róla, körülbelül ennyi. Azt tudom, hogy ott jobb alul tudom fejleszteni ezeket a skilleket. Nem kéne túlságosan. Oké, meg is haltunk. Ölnünk kell egyet, és nyernünk kell. Az fix. Aha. És megint meghaltam. Nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Az fix. Ez közelharci. Most jövök rá, hogy közelharci a karakterem. Én csak azért választottam, mert jól néz ki. Ó, az nagyon lovos. Nagyon lovos ez. Első killünk. Lehetséges. Hogy nem halt meg? Nem hiszem el, hogy nem bírok ölni egyszerűen valamiért ebben a játékban. Pedig már az új birkózástól bemelegettek az ujjaim is. Most már rajtatok a sor, srácok, hogy letöltsétek, aztán olyan csapatot alkossunk, hogy az végigmenjen az egész nemzetközi szinten. És először is Owen McKendry csapatát le kell, hogy majd győzzük. Szóval mindenki menjen Instára, és mehetnek a posztok. Azaz, az az enyém lesz. Az az enyém lesz. Szevasz. Szevasz. Ez az! Ez az! Megöltünk! Nem érdekel, meghaltunk, de megöltünk valakit. Hú, let's go! Én nyomkodom ezeket az abilitiket, de semmit nem csinál az a para. Hol vagyok most? Ja, hogy nincs 0 HP-m van körülbelül. Azért nem láttam magamat. És megöltek megint. Az a paraj, nem tudom egy csomószor, hogy mi történik. Meg kéne ismerkedni, lehet a hírókkal, hogy mit csinál. Á, és 18 másodperc múlva éledek újra, és aj, szét is durrantották a Nexusunkat. Fuck. Mindegy, akkor majd lehet a következő részbe. Egy vint is össze tudunk szedni. Addig rajtatok a sor, menjetek le a linkre a leírásba, töltsétek le, csatlakozzatok a klánomhoz. És ne felejtsetek el birkózós képet posztolni az Instagramra a hashtag Wild Rift, hashtag VRTU és hashtag Team KDS hashtaggel.